Független média felület Miskolcon. Hello! Sziasztok! Újra itt, itt a doktor! És én is újra itt vagyok, egy hét kihagyás után. Így van, újra visszakaptuk sütit, Cseke pedig elment szünetelni. Most már velem lehet, hogy jobb lesz. Nem tudom, hogy velem mennyire volt jó, majd visszahallgatom. Majd megkérünk hallgatói értékelést. Na, a héten elhoztunk nektek megint egy nagyon izgalmas dokumentumfilmet, mert mindig izgalmas dokumentumfilmeket hozunk nektek. Az biztos. És a hét fantasztikus filme a Super Size Me. Igen, és ez azért is fontos, mert hogy azért Európában is valószínűleg nagyon nagy hatást tett mindenkire, nem csak Amerikába, hiszen sok mozgalom ebből indult el, úgy gondolom. Talán Jamie Oliver volt az, aki Londonba is elkezdte kiharcolni, ugye, hogy a McDonald's-ok zárjanak be, vagy nagyon alakuljanak át, tehát lehet, hogy ő is ezt használta fel az alapnak, az ő kis úgymond tüntetéséhez. De beszéljünk a filmről, azért vagyunk itt. Oké. Szóval a filmről pár ilyen kis információ, csepegtetés, amit mindig mondunk. 2004-es film, Amerikában 2004. május 7-én, Magyarországon július 29-én mutatták be. Ez egy 100 perces dokumentumfilm, úgyhogy popcornnal és kispárnával kell készülni hozzá, igen, hogy csak kényelmesen. Most már idővel megpróbálunk redukálódni, és hozunk valamikor rövidebb dokumentumfilmeket. Ez a elbészünetes dokumentumfilmes témát is kell hozni, hogy így, amit meg tudtak nézni egy 30 perc alatt. Vagy mondjuk negyed óra alatt. Én akár. Szóval, de sajnos a héten még egy egész estés dokumentumfilmünk van, úgyhogy a hétvégére be lehet kucorodni a számítógép tévé elé. Csak ne hamburgert egyetek mellé. Ja, hát szerintem miután megnéztétek a filmet, nem lesz kedvetek hamburgert enni. Rendezte Morgan Spurlock, és nem elég, hogy megrendezte, producer volt, forgatókönyvíró és főszereplő. Tehát vitte a hátán a filmet. Igen. Ja, igen. És ezen kívül, még ami nagyon fontos, hogy a film, aminek nagyon örültem, hogy díjakat is találtam hozzá, jelölték Oscar-díjra, legjobb dokumentumfilmként. Nem kapta meg, de jelölték. Az azért már nagy szó. Így van. És a Sundance Film Fesztiválon pedig legjobb dokumentumfilmdíjat kapott. Igen. És hogy jól tudom, ott is vetítették először. Igen, és lehet, igen, hogy itt ellövöm az egyik puskaport, hogy ennek a filmnek a hatására pontosan a Sundance Fesztiválon jelentette be a McDonald's, hogy ő az Amerikában gyártott és adott extra menüjét törli a menülistáról, és többé nem. Vagy 6 héttel ezután? 6 héttel ezután jelentették be. Természetesen tagadják, hogy emiatt a film miatt, vagy az egész miatt. Igen. Nem emiatt törölték ezt, csak úgy szimplán. És a jelenlegi változások, amik végbe mennek a McDonald's menüjébe, étrendjébe, az nem emiatt, vagy nem ezek nyomán elindult, igen, filmek miatt történnek, természetesen. Mint például a Légy aktív Happy Meal menü behozatala, mert ez is ezután történt, tehát hogy biztosan nem volt köze hozzá, főleg azoknak a részeknek, amikor gyerekekkel találkoztak iskolákban, meg egyéb helyeken is megkérdezték, hogy mit esznek, hogy esznek. Igen, bár ott azért a Sodexónak a keze is beleszólt kőkeményen, és nekem ez például, most belecsaptam a közepébe szokásomhoz híven, régen láttam már ezt a filmet, és ma néztem újra, egy nagyon nagy meglepetés volt, hogy egy nagy európai étkeztető cég, ami kiderült számomra, hogy igazából amerikai, ott is jelen vannak az iskolai étkeztetésbe, de ott is a legalját képviselik az iskola étkeztetésnek, mint itthon, mint tudjuk. Bár lehet, hogy azért mostanában már változott, régen ettem már általános, illetve középiskolában Sodexós kaját. Mi időnkben még ez
inkább az aljának számított sajnos, és inkább főztem a kollégiumba magamnak, mint hogy lemenjek a menzára. Hát ahogy néztük, azokban az iskolákban is elég undorító gályák voltak, lássuk. Igen, de. Mondjuk ez volt meg 14 évvel ezelőtt. Igen, hát ez a 2004-es azóta. Bízunk benne. Utána már eleve ott biztosan változott Amerikában, mert még mondták is, hogy elég sok iskola ráállt arra, hogy egészséges kaják, meg egészséges életmód, meg ilyesmi. Tehát, hogy voltak olyan cégek, amik támogatták ezt, hogy a sulikban sokkal frissebb biokaják, teljes kiörlésű kenyerek, zöldségek kerüljenek az asztalra, ne pedig, ugye, amit említettek, hogy konzervek és előre megsütött mirelit húsok, meg ilyesmi, hanem frissen szedett dolgok, és ez csomó cég támogatta, és pár iskola át is állt erre a formát. Igen, igen. Hát elformált igazából maga a film a iskolai étkeztetés, fogalmazzuk meg így. Illetve még a McDonald's-ra egy olyan kihatása volt ennek a filmnek, hogy amit említettél, hogy ez a Légy Boldog Happy Meal, talán ez volt légy az a... Fit. Vagy Légy Fit, bocsánat. Igen, légy aktív. Légy na, aktív. Még se, én sem tudom. Légy aktív. Aktív, hát persze, mert hogy nehogy az legyen, hogy a Happy Meal menütől a gyerekek rosszul érzik magunkat. Igen, és hogy erre felépítettek egy olyan franchise-t a Mekibe, hogy egy fitness programot indított el a McDonald's saját maga, és hogy náluk lehetett egy fitness étrendet, nem egy, hanem mindenkinek személyre szabott fitness étrendet összeállítani az ő segítségükkel. És hát erre nem is kellett jó propaganda, mert hogy a filmre rá 5 évre már is találtak. Nem azt mondom, hogy Balekot már végül is végigcsinálták, de akkor is marketingfogás volt az egész, egy körülbelül 2 mázsás úriembert, aki hozzájuk ment be, hogy akkor a McDonald's csinálja meg az ő fogyókúráját. És ha minden igaz, egy mázsát leadott, hát aztán... Hát végül is, ha náluk hízott el, akkor jogos volt a kérés, hogy akkor itt is szeretnék lefogyni, nem? Tehát ahol igen. Elkezdtem a történetet, ott szeretnénk befejezni. Így van, pontosan. És amúgy szerintem lehet, hogy ezt is fogjuk boncolgatni elég erőteljesen, hogy például azok az emberek, akik bemennek, ugye említetted itt, mielőtt beültünk, hogy ők próbálják beperelni. Tehát Amerikában azért ez szokás, hogy az ilyen nagy cégeket, dolog. Vállalatokat beperlik azért, mert hogy én a Mekis kajától, vagy a Wendy's-es kajától, vagy tudom én a KFC-s csirkétől híztam el, és ez az ő hibájuk. Na jó, de ezt el is mondják egyébként elég sokan a filmben az utcajárók elői, hogy de hát nem, senki nem küldött be téged oda, hogy ott egyél, senki nem kényszerít, hogy ott ebédeljek, vagy ha már ott ebédelek már valakivel, akkor ehetek akár egy salátát is. Feltételeznem, hogy az sem túl egészséges volt, de nem kötelező Big Mac-et enni egyébként, vagy igen. Dupla sajtburgert. Vagy ez az extra menüt. Igen, tehát igen, ezek egyáltalán nem kötelezőek, és senki nem kényszerít erre, most ha te ezt megetted, hát akkor most elhisztel, hát húha. Tudjál magadra. Most akkor nem hiszem, hogy az a cég tehet róla, aki, hát, aki elítette, te megetted. Önakarat. Önuralom. Igen, önuralom, meg önakarat is kell hozzá, mind a kettő igen, kell. Jó, hogy oké. Okay. Viszont azért lehet, hogy ezzel vitába szállnék, és már nem is fogunk a filmről beszélni, úristen. Mert azért a reklámoknak meg iszonyat nagy befolyása van, én úgy gondolom, és lehet, hogy majd ezzel rövidre zárjuk ezt a dolgot, hogy azért az meg iszonyatul befolyásol. Az viszont kvázi a cégnek a hibája, mert hogy a cég gyárt le egy olyan reklámot, ami azt mondatja neked, és ugye napi szinten tévébe, rádióba, villamos oldalán, busz oldalán, bárhol lett falon jön az, hogy mert inkább főleg Amerikába jönnek ilyen intenzíven ezek a reklámok az utcán velünk szemben, hogy egyél itt, így áll itt, ebédelj itt, új menünk van, ezt kóstold meg, nem tudom. Tehát, hogy ezért hát persze, hát ők is reklámozzák némi behatása magukat. Van a cégnek is erre, úgy gondolom. Mert nyilván van, de azért most, hogy beperelni őket azért, mert miattuk híztam el, hát azért szerintem ez már olyan jó, ez súlyos. Már azért erős, így van. Hát lehet rájuk haragudni, hogy rám tukmálták legyen, de azért... De az a torkomon nem dugták le, így igen, van. Tehát azért ott egy csomó ember mondta, tehát ez nem is csak azt mondom, hogy az én véleményem lenne, hanem inkább azok, akik a filmben mondták azért, hogy nem. Tehát, hogy néha-néha nem mondják, hogy nem mennek be, de hogy emiatt ők senkivel nem fognak cirkuszolni, hiszen ha bemennek, azt, akkor ők döntöttek úgy, hogy bemennek. Kinek mi a néha-néha? Ez is kiderült, ugye, hogy igen, megkérdezték egy az egyik... Egy véleménykutatást csináltak a film, igen. És nagyon érdekes volt. Jó, hogy mikor hányszor megízel, hát...
alkalmattán néha-néha, az menj, mit jelent? Hát hetente, két hetente. Valakinek a heti kétszer volt az alkalomattán, nem tudom. És ugye van akinek mi. A heti minden nap. Igen, tehát igen, azért... tehát azért kinek mit jelent az alkalomattán, mi az az alkalom, amikor megkíznél. Na, de hát ez már mindenkinek a magán, ugye, hogy hányszor megy, meg ilyesmi. Kivéve akkor, hogyha bepereli a céget, akkor már mégsem annyira magánügy. Pontosan. Ha visszakanyarodva a filmhez, ugye Morgan Spurlock, ő vitte majdnem, hogy a hátán az egészet, kivétel a vágást és az operatőri munkát. Hát azt hiszem, azt már nehezen tudta volna itt így tartani a kamerát magára. Igen, tehát magára selfie, azt hiszem, az már úgy még akkor lett. Nem is volt selfie bot, Jézusom. Igen, tehát azért az úgy nehéz lett volna szerintem, meg úgy még túrni magadba a hamburgert. Extra nagy hamburgereket, meg még vedd magad. Csak jól jött az az operatőr, meg egész jó munkát végzett, én úgy vettem észre, hát elég sokszor ott volt toppon, tehát azért... Az biztos, tehát főleg amikor hányt a kocsiból, az zseniális volt, úgyhogy... Ez fontos ez... jelenetet is felvette, igen. De miért bárki megijedne, hogy hányt a kocsiból, meg ilyesmik történnek bennem, nyugalom, borzasztóan undorító jelenetek, de főleg nevetni fogtok a borzasztóan undorító jeleneteknél igen. is. Hát azért ez úgy van megcsinálva, hogy igazából nem is egy dokumentumfilm, hanem egy vígjátéknak illik be az egész, ha mondhatjuk ezt. Igen, mert valójában ez szerintem, ahogy én így elképzeltem, ez egy humorral megfűszerezett gyors éttermek bemutatása. Tehát, hogy igazából igen. gyors éttermek világát mutatja be egy kis humorral. Hát meg az amerikai társadalomnak az étkezési igen. szokásait. Tehát, és ez hát elég erős társadalom kritika egyébként. Az biztos. Mert hogy sokat elmond arról, hogy ez emberi jellemekről egyébként, ugye, hogy ki hogy áll a dolgokhoz, meg az is merre kerül, hogy sokan csak akkor hajlandók változtatni, még ha csak nem is csak a Mekiről beszélünk, hanem bármilyen más elhízásos sztoriról, hogy amikor már nagyon súlyos a helyzet, tehát akkor döntenek úgy, hogy fú, borzasztó kritikus a helyzet, nem tudom visszafordítani, igen. és már odáig fajul a helyzet, hogy gyomorszűkítő, műtét, zsírleszívás, stb. És hasonlóak kellenek így. Igen, tehát azért ez annak ellenére, hogy humoros a film, mert humoros, valójában egy baromi komoly témáról beszélünk benne. Igen, és tehát egy oknyomozó dokumentumfilmről beszélünk a típusát tekintve, méghozzá a 2004-es akkori jelenkori helyzetet bemutatva Amerikában és az étkezési szokásokat, illetve a gyors étterem láncoknak az étkeztetési szokásait, hogy mivel tömik az embereket. És ugye Morgan Spurlock azt tűzte ki célul, hogy csak McDonald's-os kaján fog élni, meddig is pontosan? Egy hónapig. És volt három szabály, amit felállított ahhoz, hogy igen. ez jól működjön, az, ami azt jelenti, hogy napi háromszori étkezés, mindent kipróbál a menüsorról, és hogyha felajánlják az extra nagy adagot, akkor azt el kell fogadnia, és egyébként azt hiszem 9-szer ajánlották fel neki az egy és hónap alatt. Ebből 5-ször Texasban. Igen, és Texas volt azt hiszem akkor az állam, ahol a legtöbb legkövérebb város volt. Igen, a legkövérebb város volt, mert hogy ott mozogtak a legkevesebbet is, mert hogy tehát ottani átlagot próbált venni, ahogy az emberek élnek, nem csak texasit, hanem hát amerikai átlagot, igen, hogy igen. mennyit lépnek egy nap, és akkor ebből 2000 lépés volt 2000 az lépés. Átlagos. Hogy akkor ő is annyit fog egy nap sétálni, mit tudom én, akkor inkább taxiba száll, és hasonlók, meg a napi kajabevitel az csak a McDonald's lesz. Igen. Hát igen, és ezek voltak a kötelezők, ezeket egyébként be is tartotta egy hónapig. Szigorúan. Nagyon is szigorúan. Durva vége lett azért. Hát igen, igazából már azt hiszem a befejezés előtt 2 héttel az egyik orvosom, sőt nem is egyik, több orvosom megpróbálta lebeszélni róla, hogy hagyja abba, mert borzasztóan tönkretette belőle magát egy olyan ember, aki tök egészséges volt. Tehát igen. Hihetetlenül jó egészségi állapotban volt, mondjuk nem lepődünk meg, ugyanis szerintem kiemelendő dolog, hogy az akkori barátnője egy vega séf volt, aki egészségesen főzött neki. Igen. aki nagyon egészségesen főzött neki, és egyébként a film alatt is többször próbálja rá beszélni arra, hogy miért teszel húst, mondjuk nem feltétlenül a húsevése az egészséges életmód titka, az véleményem, vagy a hús nem evés az egészséges életmód titka, tehát lehet hússal is egészségesen, persze. azt gondolom.
de hogy biztos végül nagyon iszonyatosan egészségesen főzött neki, és emiatt volt olyan jó állapotban, meg hát mozgott, meg gyalog volt, meg ilyesmi. Azért ő egy olyan életet élt, ami által azt is mondhatom, hogy igen, hát lehetek is ezek után egészséges. Úgyhogy a film az igazából ezt mutatja be, hogy ezek köré a keretek köré beszorítva, vagy beszabályozva egy amerikai ember egy hónapig mindennapi kajáját, amelyikbe veszi meg, és hogy hogyan él. És akkor egy kis zene után folytatjuk. Nem más lesz ez a zene, a film zenéje lesz. Ugyanis, hogy képbe maradjunk mindenképpen. Így van. Right now you have the urge to eat something. When it's through, if you still want to eat, then you're probably really hungry. That what I'm saying. FAC, that is me, but I didn't used to be. I was hot, I was hungry, I was loose, I was free. Then I waited in the line for some burgers and some fries. Supersized, that'd be nice. Take a bite and close your eyes. Round two, what do? I can barely walk around. Jenny Craig, Richard Simmons, but I still love to pound. Hamburgers, Coca-Cola, getting gas from too much soda. Double, double, chunky, chunky. Hope this meal is never over. The world is round, and so am I. Big boys, big girls with real big thighs. Supersize, supersize the American way. Throw it down all day, every day. Supersize, supersize the American way. Getting fat, getting broke, either way you're gonna pay. Supersize me. Supersize me. Supersize me. Supersize me. Now I can't get out of bed, so I have to order in. I'm a triple fat fatty and I have a triple chin. Who's to blame? Call the lawyer, try to settle out of court. Get some cash, spend it fast, cause I'm staring at my fork. Cause it's sad and it's lonely. Ham and cheese with bologna. Large pie, stuffed crust, a doggy bag is for a phony. I have lost the motivation to inhibit the sensation. Bottle up the frustration. Birthday cake, I stick my face in. Turkey club with double bacon, it's got healthy connotations. Fast food is overtaken and it's supersized the nation. Supersize, supersize the American way. Throw it down all day, every day. Supersize, supersize the American way. Getting fat, getting broke, either way you're gonna pay. Supersize me. Supersize me. Supersize me. Supersize me. If I can keep up this progress, I'll have 25 pounds. 25 pounds. That's a lot of weight. Kentucky fried, just right. Chicken nugget, dip it twice. Biggie fries, enchilada, Philly cheese. Drive-through diet, pack on weight. Cardiac, heart attack, back on track. Feel so fat, slim fast, slim slow. Touch your toes, finger licking, hit the border. Pull right up and place your order. It's your way, right away. You deserve a break today. Supersize, supersize the American way. Throw it down all day, every day. Supersize, supersize the American way. Getting fat, getting broke, either way you're gonna pay. Supersize me. Supersize me. Put something in your mouth. Supersize me. Can I get extra cheese with that? Supersize me. What do you mean 50 cents for extra cheese? Supersize me. I come here all the time. Hook a brother up. Supersize me. Ooh, a buffet. Supersize me. All you can eat all day. Supersize me. Is that the biggest size you got? Supersize me. I said I wanted supersize. Supersize me. Can I get like a bucket with a handle? Supersize me. Two for a dollar? I'll take it. Supersize me. All I need is three more forks. Supersize me. And another set of hands. Supersize me. That's a pretty good idea. Wait, the sign. The sign said free refills. Na sziasztok, újra itt vagyunk, és akkor folytatjuk a fonalat azzal, hogy ugye ott hagytuk abba, hogy mennyire volt egészséges, kedves főszereplőnk, Morgan.
És ugye ezt három olvos állapította meg, mert többnek hogy elment, tűnt. Igen, többnek tűnt a filmbe. Igazából csak többször mutatták őket. Ja, igen. Elment egy kardiológushoz, ugye a második ő ki volt, vagy már volt még egy általános orvos, akit majd ki akarok emelni, illetve volt még egy, hát meg nem mondom, lehet, hogy csak egy belgyógyász volt, talán nem vagyok benne biztos, de hogy azért felmerült bennem egy-két dolog a filmmel kapcsolatban, hogy nagyon nagy szélsőségek is vannak ebbe. Igen, fájt. Igen, sikerült közben levágni a könyökemet az asztalhoz, remélem neki hallotta ezt nagy gongást, ez én voltam. És szóval, hogy az orvosok is azért, nem az összes, inkább Rebinek pont mondtam, hogy maga az általános orvos utazott véleményem szerint nagyon szélsőségekben a megállapításai során, hiszen azért ő a legvégén már azt mondta, hogy fú, hát úristen, a mája és a vesélye, és nem tudom, már mindene majdnem olyan, mint egy alkoholistájé. Igen, azt mondta, hogy utoljára akkor látott ilyet, amikor alkoholistának a máját néztem. Nem tudom. De sosem ettem minden nap reggel délbe este a McDonald'sba. Tehát az is egy hónapig. Lehet, hogy én is úgy néznék ki. Igen, utána. Persze, azért ez egy drasztikus diéta volt, ez nyilván senki nem eszik napi háromszorra állandó jelleggel ott. De hát hogy ez Amerikában azért kellett. Azért ezt nem kétlem. Hát jó, lehet, hogy van olyan, de azért ez nyilván nem egy olyan dolog, ami, hogy most egy átlagemberről beszélünk ilyen téren, de szerintem azért volt fontos, hogy megmutassa, hogy mit is tesz valójában, mert oké, hogy ő napi háromszor evett ott egy hónapig, de ha egy hónap alatt ilyen borzasztó változásokat ért el, akkor megnézhetjük, hogy mi ezt, ha mondjuk lassabban csináljuk, akkor lassabban érjük el ugyanazt egyébként. Igen, tehát ezzel valószínűleg nyilván ez volt a célja, de mégsem csinálhatta azt, hogy egy életen át két hetente elvett egyszer a Mekiben, és akkor azt néztük meg, hogy az egy kicsit sokára készült volna el, igen, és egy kicsit nehezebb lett volna. De igen, mégsem ugyanaz. Így azért bemutatható volt szerintem egy film keretein belül, hogy mégis mit okoz, hiszen ez volt a célja vele, hogy megmutassa az embereknek, hogy haló srácok, ti hogy éltek. És ez nagyon jó példa erre, amikor ugye a zsírleszívás történik, vagy azt, nem, most gyomorszűkítés, azt hiszem. Gyomorszűkítés volt, de zsírt is kellett leszívni az úri emberről, aki bent feküdt, mert azért mennyire is más a felé hízott, igen, talán. Igen. És ott volt, ő is mondta, hogy hát azért ugye ilyen hat liter kólát ivott meg naponta. És meg hát is azért vakult. Az igen. Ideiglenesen, teszem hozzá. Hát azért 6 liter kóla egy nap azért az úgy nem kis mennyiség. Mondjuk ne gondolkoztam, hogy 6 liter vizet is nehezen tudnék meginni egy nap. Érzem, hogy itt szétszakadna a gyomrom attól a folyadék mennyiségtől. Hát neki a kólában valószínűleg még rosszabb volt, ugyanis hát azért ez a rengeteg cukrot tartalmaz. Borzalmasan meg hát egy eleve méreganyagot. És hogy ő így élt, hogy nem bennék, hogy a kóla, hanem étkezés szinten is, és gyomorszűkítésre került a sor, amit be is mutatnak a filmben. Hát borzalmasan gusztustalan körülmények, amiket látunk ott, de szeretném mindenki megnyugtatni, a bécsi keringő aláfestő zenéje valami fantasztikus összképet hoz, miközben szeretnéd elhányni magad, valójában nevetsz. Igen, tehát azért ez a vágó munkáját is dicséri, hogy szinte ütemre, tehát mondjuk teszem fel mostában esküvői videókat vágok, és azért ott is a zene és a képnek az összhangjára úgy kelleténél jobban kell odafigyelni az emberek, mint mondjuk egy dokumentumfilmnél, ahol nem is mindig használunk zenét, ugye? És zseniálisan van összekomponálva. Tehát tényleg ez a és akkor így a műszerek a bécsi keringő ütemére. Mondjuk most mi elkezdtünk idétlenkedni kézzel, senki nem látja, úgyhogy de képzeljétek el, hogy mondjuk egy műtős kés és egy úgy mozog, mondjuk, mint egy hegedű körülbelül olyan mozgásban tökéletes összhang van a zenével. Igen, azért ezt hozzátenném, mielőtt bárkit is összekavarunk, hogy ez csak egy riportalany, akit megkerestek, tehát hogy nem a főszereplő ment át gyomorszűkítésen. De egyébként nem kell elképzelni ezt a jelenetet, meg kell nézni ezt a jelenetet, mert ezt nem kell elképzelni, ez létezik. Ezt meg lehet online nézni. Online meg tudjátok nézni. Csodálatos kompozíció. Igen, az operatőr nagyon jó beállításokat, igen, talált. És azért drasztikus számomra az volt, hogy egy ekkora étteremláncnak nem hogy csak egy személyre, hanem hogy tényleg egy egész országra és egy egész társadalomra
ilyen hatása van, tehát hogy az étkezési szokásait nagyon brutálisan befolyásolja, tehát hogy ugye személyre leszűkítve azért láttuk a főszereplő Morganen is, hogy maga a társadalmi, tehát az emberi kapcsolatai megváltoztak egyértelműen. Tehát, hogy azért a feleségével is valószínűleg többet vitatkozott erről. Persze hát az eszkalálta a helyzetet, hogy a felesége vegetáriánus is. Igen, igen, tehát elég sokszor ugye ezzel most problémáztak. Nem csak az, hogy egészségtelen, mert a húson is sikerült, de az egészségtelen étkezésén főleg meg többször is kért, hogy hagyja abba, ami végül szerintem jogos volt a részéről, hiszen tényleg eléggé persze, tönkretette ezzel magát, hiszen a végén ő hozza helyre. A felesége egy 8-7-es valamilyen, nem tudom, ilyen méregtelenítő kúrával hozza helyre normálra a koleszterin szintjét és a májfunkcióit. Tehát azért az, hogy egy hónapig így evett, és utána 8 hétig dolgozott egy normál állapotért, nem tűnik olyan rossznak így kimondva, de azért nem is olyan jó szerintem, hogy, igen, hogy ez elég sokat kellett dolgozni ahhoz, hogy ez vissza tudja állítani. És azért azt látjuk, hogy még az első pár napban ilyen sűrjen kapjuk az infókat, meg róla a képeket, úgymond, mert talán a, hát nem is tudom, a 10. napig, 9. napig folyamatosan fel van véve, és utána néha-néha pici kihagyásokkal ugrunk napokat, és beszámol, igen, mint egy naplóba. Igen, de ezt el is mondja egyébként a 3. napnál, hogy reggel még hasfájással ébred, bár a 2. napon hányt persze. Igen. De a 3. napon hasfájással ébred is nagyon rosszul van, viszont a 4. napra akkor azt még mondta is, hogy hát most, hogy túl vagyok a 3. napon, így rendben vagyok. Ez ugye a 3 nap volt a kritikus, tehát akkor nagyon szenvedett. Igen, megszokja az ember szervezete. Utána megszokta is, oké volt. Viszont azt hiszem a felénél lehetett, amikor már mondta, hogy rossz kedvű, szomorú, fáradékony, és abban leli örömét, hogy eszik. Pont és ez a függőséget okozó. Hangulatát is, ugye mennyire befolyásolta. Tehát a filmen látványos, igen, volt, hogy talán az operatőrrel egyszer-kétszer már ugye vége fele erőteljesebben beszélgetett, tehát nem az, hogy agresszív volt, vagy bármi, csak úgy gyerélyesebben szólt már hát neki is oda. Hát érezhető volt, tehát, nem hogy... volt ez a kedves ember, aki az elején, nem volt ez a kedves hangulatú ember, aki az elején, igen, volt. Igen, tehát az elején azért én egy tök vicces srác, és akkor vidámkodik, meg hülyéskedik. Kifejezetten szimpatikus ott egyébként szerintem, tehát a jókedvű, életvidám, poénkodó emberről beszélünk, aki a végére egy ilyen nyomott személyiségé válik. És egyébként ez a leveltség, kimerültség, ez meg is látszik rajta, hogy mondják minden nap végén fáradt, nem, tehát nincs energiája egy átlagos nap után, ami eddig volt, és hogy abban, amikor szomorú, mert általában szomorú, annak örül, igen, hogyha ehet, és az orvos mondta is neki, hogy ez azt jelenti, hogy kezd és kialakulni a függőség. És amúgy, ami szerintem egyrészt még azért hozzátehető, hogy a feleség el is mondja, hogy a szexuális életük is megromlott ezáltal, ugyanis már nincs energiája még erre se, és hogy ezért ez kiemelik benne. Egy kicsit, hogy a szexuális életet is ennyire befolyásolja a hamburger. Szóval csak, hogy mindenki tudja, hogy mikor mit eszik. Nem mondom, én is nagyon szeretek néha megízni, de azért nem tudom, ennyit nem tudnék enni belőle, azt hiszem. Igen, ez az ilyen... Tényleg, ahogy mondták a dokik, valaki azt mondta, hogy soha, valaki azt mondta, hogy normális étkezés, egészséges étkezés, mozgás mellett néha, nem a szerintük, a doktor szerinti néha alapján megengedhető. Na most... Havonta egyszer talán. Azt hiszem, a havonta egyet mondta. Mondták. Ami olyan még belefér, vagy 2 havonta. Tehát ezt, igen, mondta a doki, és úgy vagyok vele, hogy sportolok egy 2 havi nekiért. Így van. Igen, azért Rebi, amikről beszél, azt tudni kell, hogy magát ezt a dokumentumfilmet azért, hogy érthető legyen maga a McDonald's-nak a működése és a társadalomra kivetített hatása, tele van nyomva azért adatokkal is elég bőszen. Meg ugye nagyon sok tudóstól, illetve tudóssal, lobbistával és kutatóval csináltak interjút a lobbista alatt. Azt értem, aki ellene maga a McDonald's és a gyors étterem láncok ellen lobbizik. És azért nagyon sok ilyen, hát nem azt mondom, hogy száraz adatot, de igen, nem, azért ezek, nem a, ezek a tények, hát nem feltétlenül, ezek a tények, ami brutálisak. Tehát engem az, hogy én már jó ideje nem megisztem, és nem ez lombozott le, hanem nem az, hogy tömtem a hamburgert, hanem csak az, hogy láttam ezt a filmet, és így elképzeltem, hogy vajon Magyarországon ez hogy lehet? Hogy ez vajon Magyarországra kivetítve ez mennyire működne?
Hát... Mert azért ugye ott szerintem egy azért ez nem ugyanaz a dolog, ugye, mert tehát nálunk szerintem nem ugyanaz a meghízési szint, mint Amerikában. Azért, ha nézzük meg, hogy Amerikában azért egyrészt több meki is van, az másféle kaják vannak, tehát azért ott sokkal több van, sokkal másféle a menü is, tehát azért ott nagyobb adagok is vannak. Igen, ezt akartam mondani, hogy egy francia hölgyet csináltak egy interjút, és igen, abból derült ki mondta, a film hogy során, hogy Franciaországban teljesen más. Tehát, igen, hogy náluk ott az a nagy menü, ami Amerikában a kicsi. Tehát azért ez is szerintem sokat számít, hogy nálunk nincsenek ilyen nagy adagok, nincsen ilyen... ez biztos itt is az arcunkban van tolva, de szerintem nincs olyan sok meki. Tehát nem az van, hogy minden sarkon találsz egy mekit. Tehát azért azt hiszem, Miskolcon van három darab, körülbelül három darab lesz szerintem. Számolom, van egy a Tapolcai elágazásnál, van egy a plázában, meg a pláza mellett. Igen, én ennyit tudok, lehet nyugodtan kiabálni, hogy... Ilyen nyugodtan, hogyha elszámoltunk, illetve van most már ugye egy KFC-nk és egy Burger King-ünk is, ha jól tudom. Kettő KFC-nk van, mert van a plázában is. A plázában is van. Úgyhogy de valójában, tehát ezzel szerintem ez mindig nem az a mennyiség, ami ott van, és amennyire ott találkozol vele, igen, meg amennyire ott, tehát ott azt hiszem, még házhoz szállítás is volt, tehát, igen, ami nálunk nincs. Meg a durva azért viszonyítási alapnak elmondám, hogy New Yorkban, ahol Morgan lakik, ott az utcája, tehát a munkahelyéig elment, és hogy is volt három McDonald's-el, és még egy Wendy's-el, illetve egy KFC-vel találkozott, uh-huh, és a munkahelye talán két busz megállónyira volt. Tehát ezt hozzáteszem, hogy ez, nem is tudom, ez egy ilyen két utcányi távolság. Igen, tehát azért ez egészen más szerintem az a szint, ami ott van. Meg én nem is tudom, lehet, hogy rosszul gondolom, de nálunk azért mégsem megy ennyire, mert ott ugye azt számított, hogy ott egy olcsó kaja, tehát ami olcsó és jól lakat kaja. Azért veszik az emberek sokan, mert ez nem kerül sokba, és mégis jól laksz tőle. Na most én szerintem nálunk nem ebbe a kategóriába van a meki. Nálunk nem. Nálunk nem a legolcsóbb kaja, amitől jól laksz, sőt, én szerintem... Drága is azért. Itt inkább a drága kategória. Tehát egy középosztálynak már azért nem feltétlenül engedhető meg azt, hogy akkor... havonta többször is, vagy hát, vagy hetente, vagy naponta ott tegyünk, tehát szerintem itt azért ez nem jellemző. Hát itt nem. Úgyhogy nekünk azért ennyire nem kell félnünk ezektől a dolgoktól, szerencsénk van. Mi mástól hízhatunk el, nem van meg itt. De tényleg, viszont amit még gyorsan, mert már igazából túl is léptünk a műsor időn, és már Cseke integetett, hogy mindjárt jön a következő műsor. Úgyhogy még gyorsan lehadarnám azt, hogy egyébként Morgan 90 kilóról indult, igen, és 105 kilóra jutott el. Ami azt jelenti, hogy egyébként 9 nap alatt hízott 12 kilót, aztán utána elkezdte elveszteni az izmait körülbelül, ha úgy igen, mondhatom, hát mert utána azokból. Az izmait, így van. És fogyott is akkor talán valamennyit. Igen, az fél kilót. Fél kilót. Egészen fél kilót. De hogy hát ennyire drasztikusan változott, és egyébként 5 hónap alatt tudott 10 kilót leadni, a maradékot pedig további 9 hónap alatt sikerült. Tehát azért ez egy kicsit több idő, mint amennyi idő alatt felszedte ezt. Igen, és azért azt tekintve, hogy ő bezsúfolta egy hónapba, de azért ez hosszú távon se kifizetődő. Persze. Azért ez meg is látszott azokon, akikkel találkozott szerintem. Ugye bár azért ugye van ellenpélda a Don Gorke, ha jól emlékszem, ő vele találkozott, és valószínűleg ezzel le is zárjuk a műsort, ez csak egy kis ínyenség, hogy most már talán idén a 300 ezer, ez sokat... kicsit kevés lenne. 300 ezeret akartam mondani, hogy az túl sok lenne, tehát hogy a 30 ezredik Big Mac-jénél tart, mert hogy ő nem is tudom hány éves korától kezdve, most 64 éves, és ő kitalálta, hogy minden nap legalább 2 Big Mac-et megeszik, hát és van. Ő azt tartja egészségesnek. 90-95%-át teszi ki az étkezésének, azt hiszem. Igen. A táplálékbevitelének, és ráadásul írt is könyvet erről, 22 ezer valamennyi. 477 Big Mac-en. Igen, ott írt egy könyvet, arról van egy könyv, egyébként ő a Guinness rekordokba is bekerült ezzel az adattal, hogy ennyi Big Mac-et megevett, rengeteg kép van róla interneten, és benne van a filmben, és szimpatikus fiatalember. Igen, hasonló kaliberű, mint én, bár engem még szerintem nem sokan láttatok, de hogy egy vékony nátszál kisfiú. Hát, mondjuk most már nem tudom, nem vékony, de nem kövér. Tehát hát az nem most már nem mondanám vékonynak. Tartozik, így van.
Igen, tehát azért nem tartozik kövér kategóriába, annak ellenére, hogy megeszik annyi Big Mac-et, viszont lehet, hogyha belülről végignézhetnénk a szerveit, akkor nem éreznénk ilyen jónak ezt a dolgot, mint lehet ahogy tűzsőleg. Lehet az ő is lenni, mint egy alkoholistájé. Igen, lehetséges. Na, és hát akkor... van még valami szerintem... egyéb, amit szeretnénk a filmről, mert szerintem elmondtuk a hányús meg, részt, elmondtuk, hogy sír, leszívós, gyomor, szűkítős, minden undorítóságát. Amúgy egy vidám köpenybe bújtatott, undorító, McDonald's ellenes oknyomozó film, amit mindenkinek szeretettel ajánlunk. Így van, komoly társadalom kritikával, úgyhogy srácok, hajrá, jó filmezést, esetleg mellé egy salátát ajánlanék. Így van, jó hidegen ebbe a melegbe. Sziasztok! Mi voltunk Süti és Rebi. Hello!